Február 7-én itt a nagybácsai Szent István templomban emlékeztek halálának egyéves évfordulóján dr. Ottófi Rudolfra, Győr egykori alpolgármesterére. Családok, barátok, ismerősök és munkatársak gyűltek össze a Szent Misén, hogy együtt imádkozzanak a mindig segítőkész, keresztény értékek mentén tevékenykedő, emberséges cselekedeteiért posztumusz díjjal elismert képviselőért. A Szent Misét dr. Pápai Lajos megyés püspök celebrálta. A keresztény ember, már neki is fájdalmas az elválás, mégis ezért tekint bizalommal előre, mert tudja, hogy van reménysége. Elmúlt Rudolf testvérünk ebben a hitben él. Krisztushoz tartozott, és mindig megvallotta őt az egyház közösségében. És ebből az életből fakadt áldás családjára, az egyház közösségére, és még a tágabban vett egész közösségre is. Dr. Ottófi Rudolf alpolgármesteri hivatása előtt a Széchenyi István Egyetemen tanított geoinformatikát, majd önkormányzati képviselőként sokat tett lakó környezetéért. Az egész városban nagy tisztelet övezte, amit bizonyít az is, hogy 2006-ban és 2010-ben is alpolgármesternek választották. Az elhivatott politikus, oktató és tisztes családapa 61 éves korában hosszas betegség után hunyt el.